Sziasztok lányok és fiúk, a mai alkalommal visszatérünk a Linux környezetünkhöz, és újabb dolgokat tanulunk meg vele kapcsolatban. Legelső és legfontosabb dolgunk a mai részben a YAM, vagyis az YUM. Említettem, hogy a Linux használatakor különböző programokat használunk. Tekintsünk nyugodtan az LS-re, ami a listázó program, vagy az MKDIR-re. Ezek apró programok, amelyek képesek fogadni paramétereket. Tehát azt tudod például mondani, hogy LS-L, és akkor ilyen vertikális módon fogja neked kilistázni az elemeket a könyvtárban, nem pedig ilyen horizontális megoldással. De mondhatod azt is, hogy LS-LA, az azt fogja mondani, hogy mutasd a rejtett fájlokat is. És hirtelen azon kapod magad, hogy wow, ebben a könyvtárban sokkal több minden van, mint amit először láttunk. A YAM egy hasonló program, ami sokkal több mindenre képes. Ő ugyanis az a program, amivel további programokat, modulokat vagyunk képesek letölteni a Linux rendszerünkre. Ezt úgy kéne elképzelnetek jelenleg, bár lehet, hogy pár év múlva ez már nem sokat fog mondani a videót néző generációnak, mint mondjuk a Google Play, azt hiszem ez a neve annak a programnak, amivel alkalmazásokat tudsz letölteni az androidos tabletedre vagy telefonodra, vagy jelenleg az iPhone-on ilyen az App Store. Nem pontosan ilyen a YAM, de ehhez tudnám a leginkább hasonlítani, csak hogy megértsétek a koncepciót. A YAM tehát egy olyan alkalmazás, amivel képesek vagyunk további alkalmazásokat letölteni. A mai órán az internetről fogjuk letölteni az ő segítségét. A JVM-et. Mert értelemszerűen itt nincsen böngésző, amikor konzolon keresztül csatlakozunk egy számítógéphez, tehát nem fogunk felmenni ezzel az internetre rajzolt böngészővel, ahol letöltjük szépen a JVM-et és felinstalláljuk. Ez nem Windows. A Windowson azért csinálod így, mert a felhasználóknak sokkal könnyebb megegyezni azt, hogy kattints ide, ezen a honlapon, menj rá, hogy letöltés, és kattints az installerre, ami majd next finish-sel feltelepíti neked szépen a számítógépedre. Itt ez valójában sokkal gyorsabb. Tehát már is látunk egy példát arra, hogy mennyivel gyorsabb képes lenni a konzolon keresztüli kommunikációval JVM telepítés, mint mondjuk egy honlapról leszedett JVM telepítése. Azonban, mielőtt használjuk a YAM-ot, magát ezt a programot is frissítenünk kell, hogy biztos, hogy mindenből a legfrissebb információ álljon a rendelkezésére. Ezért azt mondom, YUM space, és azt mondom neki, upgrade. Az upgrade le fogja frissíteni egy újabb verzióra nekünk, viszont most figyelj, hogyha így nyomok egy entert, akkor kérdéseket fog feltenni. Amire válaszolhatok úgy, hogy biztosan akarom azt a részmodult feltenni, és mindig akkor beírom, hogy Y enter. Ha nem akarom, hogy mindig kérdéseket dobjon fel, akkor átadhatom neki paraméterbe kötőjel után, hogy Y, és akkor nem tesz fel kérdést, hanem egyszerűen lefut. Most megmutatom nektek anélkül, hogy milyen, csak hogy értsétek. Tehát rányomtam, hogy YAM upgrade, és elkezdi az internetről letölteni a legfrissebb elérhető verziót és telepíteni. Na, és egyből megkérdezi. Itt van egy adott modul, rendben van, ha letölti? YD vagy N? Y. Rendben van. Nem sokára megint megkérdezi, már meg is kérdezte. Rendben van ez neked? Rendben van. Y. Ergo ezt kerülöd el, hogyha beírod a paraméterének azt, hogy Y, akkor ez az egész csak egy az egyben úgy, ahogy van, le fog futni. Mi történik most tehát? Az a program, ami képes lesz nekünk csomó más programot letölteni, amit mi akarunk, az frissül egy újabb verzióra. Miért nem a legfrissebb alapból? Azért, mert a DigitalOcean feltelepítette nekünk a CentOS-t erre a dropletre, erre a kis hardware szeletre, amit mi elérünk, de hát amit ők feltelepítettek, az nem a legújabb, az csak egy kép alapján jött létre, amit ők elmentettek, ami majd valamikor frissülni fog, de nagy valószínűséggel azóta jött ki már újabb verzió a YAM-ból. Tehát nekünk muszáj arról meggyőződnünk, hogy a legfrissebb YAM fut ezen a Linuxon. Oké? Remélem, hogy ez így érthető. Láthatod, hogy ez viszonylag hosszú folyamat, beletelhet egy percbe is, vagy akár két percbe is, amíg frissíti magát. Oké, kész is van, a legfrissebb YAM verzió van feltelepítve, de nyomhatunk egy YAM update-et is. Ha meg akarsz róla győződni, hogy minden update-elve van, és kisírta, hogy nincsen jelenleg olyan csomag, amit lehetne update-elni. Nagyszerű! Clear! Most már tudjuk használni a YAM-ot programok letöltésére. Mi van akkor, hogyha a Maven szeretnénk feltenni rá a legfrissebb verziót lehetőleg? Annyit mondok, YAM install, tehát kérlek installáld magát a Maven-t. Micsoda? Ezt így érteni fogja. Bizony, az installra jelzem, hogy a következő szóra keres rá az adatbázisodban, és hogyha van egy ilyen a központi repozitoridban megjelölve ezzel a névvel, akkor azt légy töltsd le a legfrissebb verziót, mert nem mondok neked külön verziószámot. Viszont most okosabb leszek, és azt mondom, hogy kötőjel Y, tehát ne kérdezz tőlem semmit, csak töltsd le. Tehát ergo ezt beírni, ezt a pár karakter, pár másodperc, és mire befejezem ezt a mondatot, remélhetőleg le is tölti magát
magát a Maven-t. Micsoda? Nem kellett felmennem a Maven honlapjára, hogy letöltsem a fájlt, kicsomagoljam és elhelyezem a megfelelő mappába? Azt akarod mondani, hogy 10-szer gyorsabb volt, mint a Windows-on csináltuk volna? Imádom a Linuxot! Imádom a Linuxot! Na hát ennyi gyerekek. Remélem most már látjátok, hogy pár parancssal mennyi mindent lehet elvégezni egyszerre. Még egy dolgot megtanulunk ezen az órán, az pedig nem más, mint a JDK telepítése. Na most nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy kétféle JDK-t is lehet telepíteni. Az egyiket úgy nevezzük, hogy OpenJDK, a másikat úgy nevezzük, hogy OracleJDK. A legfontosabb különbség kettejük között az a licensz. Vannak különbségek, mások is, például a Oracle JDK-ban vannak olyan modulok, amik nem találhatók meg az OpenJDK-ban, de mind a kettő az Oracle gondozza, tehát ez nem olyan, mint a Spring meg a JEE, amiről tanultunk korábban, hogy egy másik cég dolgozott a Springen, és a szabványa JEE, hanem ebben az esetben mind a kettőt az Oracle tartja a kezében. Mi most az OpenJDK-t fogjuk letölteni, de abból is nyilvánvalóan sok release van, ezért azt fogom mondani, hogy jám, szeretnék rákeresni arra, hogy Java. Tehát Yum Search Java. És láthatod, hogy kilistázza nekünk tulajdonképpen az összes elérhető programot, amit letölthetünk ennek a kapcsán. Nekünk igazából ezek kellenének mind, amelyek Java 1.8.0 kötőjel OpenJDK-vel kezdődnek. Tehát mindent szeretnénk letölteni ezek közül, amelyekben még egyszer az a közös, hogy mindegyiknek a neve úgy kezdődik, hogy Java kötőjel 1.8.0 kötőjel OpenJDK, és utána elkezdenek eltérőek lenni. Ezt mind szeretnénk letölteni. Hogyan tesszük ezt meg? Annyit mondok, clear, hogy yum install, tehát yum installált fel léci az alábbi programokat. Beírom ide, hogy Java kötőjel 1.8.0 kötőjel OpenJDK, csillag. Tehát minden olyat tölts le, ami ezzel kezdődik, és a csillag jelzi, hogy innentől fogva, ha valahol eltérés van, több fájl is van ezzel a kezdéssel, mindegyiket tölts le. Csillag helyén tehát bármi lehet. És továbbra is kötőjel Y, mert nem akarjuk, hogy mindegyik modulnál rákérdezzen, hogy biztos letöltse és telepítse? Nem, csinálja meg automatikusan. Még egyszer, ezerszer egyszerűbb volt ugye ezt megcsinálnunk, mint felmenni a böngészővel az Oracle honlapjára, letölteni névjelmet, megnézni, hogy pontosan melyik JDK-t kéne installálnunk, és akkor utána megjelölni, hogy hova telepítse, állítson a környezeti változókon, stb. Mindent megcsinál nekünk most a Yum. Készen is vagyunk, beírom, hogy Java kötőjel version, és ki is írja, hogy telepítve van a Java az 1.8.0.151-es verziója, és ezzel tulajdonképpen készen is vagyunk. Pár darab parancsot használtunk eddig, gyerekek, de már is félig be van konfigurálva a szerver környezetünk. Ugye még nincsen rajta az alkalmazás, nincsen még elindítva, de most már maga a Java parancs például működik. Itt van, hogy hogyan tudjuk pontosan használni. Innen fogjuk folytatni, amit még el szeretnék mondani nektek mindenképpen, hogy valószínűleg felmerült bennetek az a kérdés, hogy oké, de most ha én DigitalOcean-en vagyok, mint te, Krisz, akkor fizetek-e ezért, hogy megy a szerver? Igen, fizetsz, maximum havonta $5, ha erre a package-re fizettél elő, ha nem változtattak azóta DigitalOcean-en az árazáson, mint ahogy ezt a videót készítem, és megteheted azt, hogy egyszerűen, hogyha például kilogáltolsz, mert különben amúgy kidobna, megteheted azt, hogy kikapcsolod magát a szervert. Na most abban a pillanatban, hogy kikapcsolod a szervert, rányomsz, hogy turn off, nem fogod tudni nyilvánvalóan elérni a szervert, de figyelj, ekkor is számláz. Azt hiszem nem azzal a szorzóval, mint hogyha futna a szerver, talán, de ebben az esetben is számláz. Hogyha azt akarod, hogy ne számlázzon többet ez a szerver, akkor ide jössz a destroyhoz, a dropletednek a destroy menüjéhez, és ezzel tudod törölni. Viszont akkor minden, ami rajta van adat, az elvész, és többet nem tudsz csatlakozni a szerveredhez. Nyilvánvalóan bármikor tudsz a creator egy újat létrehozni. Oké? Na, hát ennyit a mai alkalomra. Jó próbálgatást a Linux rendszereddel, a következő alkalommal pedig innen megyünk tovább. Tartsatok ki, tartsatok velem. Sziasztok!